Sziasztok, Veronika vagyok, és mindenkit üdvözlök a csatornámon. Ma 5 valós horror sztorit hoztam el, ami Halloweenkor, vagy annak nagyon közeli időpontjában történt. Az első. A Halloween előtti napokat általában az év legkísértetiesebb időszakának tekintik. Sok amerikai ijesztő kiegészítőkkel díszítik a házaikat, és félelmetes jelmezeket öltenek. Munkába, bulikba, ha kimennek a szabadba, akkor is magukon viselik ezeket a jelmezeket. Ez egész Amerikára jellemző. És amíg a mulatózók többsége megelégszik azzal, hogy nézi a horrorfilmeket, vagy bűnözőnek, gyilkosnak öltöznek be, egyesek ebben a szezonban valósítanak meg erkölcstelen ambíciókat, és a túlságosan is valós tetteikkel tönkreteszik a látszat éjszakáját. Például külön lövöldözés történt a Halloween hétvégén Kaliforniában és Indiánában, amelyek közül az utóbbi egy férfi halálát okozta Indianapolisban. Tehát az első tanúsága, hogyha Amerikában élnél, vagy Amerikában élsz, és Halloween időszaka van, honnan tudnád, hogy hol kezdődik a valóság, és hol ér véget? Hogyha sorozatgyilkosoknak, gyilkosoknak, híres filmekből vett gyilkosoknak öltöznek az emberek, honnan tudod, hogy mi a valóság? Megbíznál-e egy férfiban, aki egy bohóc jelmezben közeledik hozzád? Az első történet tanulsága, hogy én biztos távol tartanám magam azoktól, a beöltözött emberektől, akiknél fegyver van, mert valljuk be, főleg Amerikában soha nem lehet tudni, hogy ez valódi fegyver, vagy csak egy díszlet kelléke. A második a Candyman. Ez a tragikus bűncselekmény 1974-ben Halloweenkor bontakozott ki, de a mai napig kísérti a texasi Houston és azon túl lakókat. Ronald O'Brien pixibotokat adott. A pixibot, ezek szívószálszerű édességek, szívószálakba vannak beletöltve a cukorkák, és egyesével kell azokat kinyitni, és a szádba önteni ezeket a cukrokat. Tehát pixibotokat adott ez a férfi két gyerekének, valamint három másiknak, Halloween-i csemegeként. Ronald azt mondta, hogy a fia miután evett belőle, azt mondta, hogy nagyon keserű volt, és nem ízlett neki. Mint utólag kiderült, a cukorkák cianida voltak megszorva, és O'Brien fia, Timothy, egy órával azután, hogy elfogyasztotta a cukorkákat, meghalt. Szerencsére a többi gyerek nem ette meg a sajátját. O'Brien kezdetben szomorú zavart színlelt a fia halála miatt, de miután kiderült, hogy nem sokkal a fiú halála előtt a férfi életbiztosítást kötött a fiaira, ezért a férfi gyorsan letartóztatták, vádat emeltek ellene, és végül halálra ítélték. Tehát a második tanúsága, hogy amíg mindig arra tanítanak, hogy ne fogadj el édességet idegenektől, ami Halloween éjszakáján ugye eleve lehetetlen, de hogy a saját apádtól se. Harmadik, Ronald Sisman és Elizabeth Plattsman meggyilkolása. A 39 éves Ronald Sisman fotóst és Elizabeth Plattsman Smith főiskola 20 éves diákját agyonverték Manhattan-i lakásukban 1981-ben Halloween éjszakáján. Ronald Sisman 39 éves fotós volt. Ő egy duplex lakásban élt egy épület harmadik emeletén, Manhattan, Chelsea részén. Barátnőjével együtt voltak otthon, amikor megtámadták őket. Brutálisan megverték, majd tarkon lőtték őket, Ront 4-szer, míg Elizabethet 3-szor lőtték meg. A házat feldúlták, és úgy tűnt, eltűnt egy 25-ös kaliberű pisztoly, amelyet Ron nevére regisztráltak. Személyazonosságukat eltávolították a testükről, és a rendőrség feltételezése szerint a támadó vagy támadók ismerhették Ront, mivel nem volt nyoma erőszakos behatolásnak. Ron két fegyvertartási engedélyt is kért, mert korábban valaki betört a lakásába, és féltette a biztonságát. Többféle irányban kezdődtek meg a nyomozások. Először is a kezdeti nyomozás arra a lehetőségre hajlott, hogy a behatolók kábítószert kereshettek, mert a házat felforgatták és a bútorokat széttépték. Az előző évben Melanie Haller színésznő azzal vádolta Ront, hogy megpróbálta a kábítószerfogyasztásra kényszeríteni, de a Ron elleni vádat végül ejtették, mert Melanie nem működött együtt a hatóságokkal. De rájöttek, hogy a két eset között nincs összefüggés, és ez itt a nyomozás zsákutcába jutott. Abban az időszakban nagyon nagy port kavart egy hírhedt sátáni szekta, amelynek Sam fia, azaz David Berkowitz volt a tagja. És a börtön egyik informátora azt állította a rendőrségnek, hogy David, a sátáni szekta tagja,
már előre megmondta, hogy ez a gyilkosság meg fog történni, és ezt a sátáni szekta tagjai fogják elvégezni, végrehajtani. Elvileg azért, mert a fotós egyszer látott egy gyilkosságot, és ezt rögzítette is, fel is vette. És a szekta tagjai ezt a filmtakácset keresték a férfi lakásán, és ezért ölték meg őket. De ez se lett bizonyítva, tehát ez a kettős gyilkosság, ez a halloweeni kettős gyilkosság a mai napig megoldatlan maradt. Ha ezt az esetet választjátok, akkor nem csak a részleteket fogom elmondani erről a halloweeni estéről, hanem David Berkowitz, a hírhet Sam fia és a sátáni szekta ügyéről is fogok videót készíteni. A negyedik a keleti parti erőszaktevő. Aaron H. Thomas, Connecticut-i lakost, aki a keleti parti erőszaktevőként ismertek, élete során egy rakás nemi erőszakkal gyanúsították, és nagyjából 14 évig volt a hatóságok radarja alatt. Leghírhettebb bűncselekményei közé tartozik egy 2009-es Halloween éjszakáján történt incidens, amely nemi erőszakot és emberrablást is magában foglalt. A keleti parton az erőszaktevők nyomozása több mint 400 mérföldet ölelt fel, 12 esetet vizsgáltak, amely komoly akadályokat gördített a nyomozók elé. Thomas 2011 márciusában New Havenben fogták el, majd két évvel később 54 vádponttal vádat emeltek ellene. Ebbe beletartozott a két rendbeli nemi erőszak és a három rendbeli emberrablás a Prince William megyében történt eset kapcsán, amelyben Thomas megtámadt három tinédzsert, akiket elrabolt. Ez a három tinédzser csak azért volt kint Halloween éjszakáján, ugye, hogy csokit vagy csalunk Halloween játékot játszanak. Mint a férfi elrabolt a három tinédzsert, egy közeli erdőbe vitte őket, és kettőt közülük meg is erőszakolt. Mind a két megerőszakolt lány 17 éves volt. A férfit elkapták, és bűnei miatt három életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Ha ezt választjátok, hogy erről legyen részletesebb videó, akkor annak is utána fogok nézni, hogy egy férfit, akit 14 évig figyelt meg a hatóság, hogy történhetett meg, hogy elrabol 3 17 évest, és abból kettőt meg is erőszakol, és hogy nem tudták elkapni. Arra leszek kíváncsi, hogyha ezt választjátok, hogy jogi úton történtek mindig az akadályok, hogy elfogják a férfit, vagy a férfit után nyílja kijátszani a hatóságokat. Az utolsó halloweeni történet a túl igazi halloweeni tréfa. A 2010-es Halloween tragédiát idézett elő egy család számára az Ohio-i Martinban, egy kisebb közösségben, kevesebb mint 20 mérföldre Toledótól. A 17 éves Devon Griffin, a tínédzser az éjszakát az édesapjánál töltötte, majd másnap reggel hazament, hogy átöltözzön és templomba menjen. Majd amikor késő délután Devon hazaért a templomból, először a hálószobájába ment, hogy videójátékokat játszom. Majd nyilvánvalóan észrevett valami gyanúsat. Tudta, hogy anya ilyenkor még a házban tesz-vesz, most pedig túl nagy volt a csend. Ezért anyja és mostoha apja szobájába ment, és egy jelenetet látott, amiről azt hitte először, hogy ez valami halloweeni tréfa, ami az előző esti házban tartott halloweeni partiból maradt fenn. Amikor belépett a hálószobába, anyját és mostoha apját az ágyban találta, a fejükre húzva gesztenyebarna takarójukat. Abban a reményben, hogy felébreszti őket, Devon lazán beszélgetni kezdett velük, majd az anya oldala felé közelített az ágy mellett, majd észrevette, hogy a takaró alól kilóg a nő lába. Ezért megérintette a nő lábát, hogy felhívja magára a figyelmet, viszont a nő ekkor sem mozdult meg. Itt már nagyon gyanús volt neki minden, és lehúzta a takarót anyjáról és mostohapjáról. Akkor tudatosult benne, hogy ez nem tréfa. Sírva rohant ki a házból, és hívta a nagynényét. Közölte, hogy édesanyját, mostohapját és édestestvérét meggyilkolva találta a házban. A nagynéni hívta a 911-et. A testvére, Derek Griffin, még csak 23 éves volt. Az előzetes halottkémi vizsgálat azt mutatta, hogy a haláleseteket vagy lövés, vagy egy tompa tárgy okozta. A vád szerint a férfi fia, a 24 éves William Liske Jr. fegyverrel ölte meg a rokonait, miután kirabolta őket. A gyanúsítottat, a meggyilkolt apa fiát 170 mérföldre távolabb tartóztatták le. Először gyorsan megvádolták egy rendbeli gyilkossággal, amit a saját apja ellen követett el, mert ez az egy ügy elég volt ahhoz, hogy letartóztassák, és még bizonyítékokat gyűjtsenek, amíg az ügyet az esküdt szék elé nem viszik.
Végül William Liske Jr.-t életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a szörnyű halloweeni gyilkosságok miatt. Ha ezt az esetet választjátok, akkor részletesebben kifejtem, hogy ezt a fiút amúgy már régebben is megvádolták különböző esetekkel, de ezeket mind megúszta. Hogyha bármelyik történetre részletesebben kíváncsiak vagytok, akkor kommentben írjátok meg, és amelyik a legtöbb szavazatot kapja, akkor arról készítek legközelebb egy videót. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, ezt a videót. Remélem a következő videóban is találkozunk, és ha nem vagy még feliratkozva, akkor tedd meg, állítsd be a harangikont, és akkor értesítést is fogsz kapni, hogyha a következő videó felkerül. Remélem szavazni fogtok, és ezáltal egy kicsit ti irányítjátok majd a csatorna következő tartalmait. A következő részig, sziasztok!